Na sziasztok srácok, még mielőtt elkezdjük a játékot, egy nyereményjátékra invitálnálak benneteket, ahol egy jó pofak és galaxi egérpadot tudtok nyerni. Aki szeretne részt venni, nem kell más tenni, mint felmegy a trade.opskins.com oldalra, rákattint a settings gombra, és az ott található trade URL címet kimásolja ide a videó komment szekciójába. Egy hét múlva sorsolok, sok szerencsét mindenkinek, a videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és hát ismételten itt vagyunk egy gambling oldalon, amit most egy kicsivel másképpen fogok nektek bemutatni, mint ugye az ominózus előző gambling oldalt, ugyanis hát igazából azzal sem volt különösebb probléma, talán a probléma az az volt, hogy nem mondtam el teljes mértékben, száz százalékig egyértelműen mindent, hanem utaltam rá, illetve voltak olyan dolgok, amiket talán talán egy kicsivel e, jobban kellett volna kihangsúlyozni, mint egyébként azt én gondoltam volna. De mindegy, a lényeg az, hogy ebből most tanultunk, úgyhogy megpróbálok mindent összefoglalni erről az oldalról. E, pro, kontra, stb. stb. Úgyhogy ha szeretek a gamblinget, és kíváncsiak vagytok arra, hogy most mit fogok nyerni, se, akkor tartsatok velem. Na, hát tulajdonképpen a gambling oldal ez ugyanolyan gambling oldal, mint a többi, annyi különbséggel, hogy mostanában a szokásos módon általában ilyen IRL cuccokat is lehet nyitni, ez itt, itt sincsen másképp. Lehet nyitni különböző cipőket, lehet nyitni e, Gamer cuccokat, lehet nyitni elektronikus cuccokat, lehet nyitni drónokat, lehet matricákat nyitni, szóval ennyi sok mindent lehet nyitni innen. E, meg fogom majd mutatni egyébként, meg azért majd el is kell dönteni, hogy nagyságrendileg milyen boxokat nyissunk. Fontos kiemelni, hogy az oldalon kétfajta e, Láda található, az egyik az amerikai láda, a másik az európai láda. Nyilván európai ládát nyissatok, hiszen az amerikai nál, hogyha ki tudjátok nyitni, nem az a probléma. A probléma az az, hogy Amerikából nyilván kb. 60 dolcsi, míg ideér a cucc, míg Európából ö, ingyen szállítják. Hangsúlyozom, ismétlem hangsúlyozom, hogy ezek gambling oldalas kacok 18 éven olluljaknak semmiféleképpen sem ajánlom ezt az oldalt. Ne nyitogassatok rajta, hiszen általában a gambling oldalak azok, azok azért bukok. Legyünk őszinték, tényleg bukok. Tehát láttunk már nagyon sok gambling oldalt, ahol azért rendesen meg van csinálva, és nincsen bele piszkálva, ott azért többnyire bukó ez a dolog. Az én koncepcióm jelen pillanatban, csak hogy ezt is tudjátok, mert ezért is probléma volt, hogy nem voltam, el, nem voltam teljesen egyértelmű. Én az oldaltól kaptam 200 dodót, amit nekem föl is töltötték erre az oldalra, amivel tulajdonképpen szabadon gazdálkodhatok, tehát amit nyerek, bármit nyerek, azt megtarthatom, illetve hogyha bukom, akkor nyilván valam bukom kaptam egy kis dodót, nézzük meg, hogy mit tudunk vele kialakítani, semmiféle belepiszkálás és egyéb ilyen különböző dolgok nincsenek lebeszélve, hogy én most biztos, hogy fogok nyerni kétfajta cipőt, Tuti, hogy nincsen, ha nyerünk, az abszolút a véletlen művel viszont nyilvánvalóan valószínűleg nem fog nyerni semmit, de próba cseresznye. Amit még el szerettem volna mondani, és nagyon-nagyon fontos, ami nekem ebbe az oldalba tetszik, az az, hogy hogyha nem találsz olyan itemet, ami, ami neked mondjuk szimpatikus és jó, akkor fogod és kiveszed a pénznyereményed. Ugye minden tételt itt is, ahogy általában ezeknél az oldalaknál el tudsz adni, és vagy újra tudod forgatni azt a zsetont, vagy pedig itt ki tudod venni. KP-ban. Nyilvánvalóan valamennyit levonni ilyen különböző százalékokat, ha jól tudom, de egyébként a nagyját mindenképpen ki tudod venni, és akkor az van, hogy zseton nyertél. Szerintem egyébként nem olyan rossz koncepció, nekem abszolút tetszett az oldalnak a hozzáállása, hogy elmondták nyíltan, hogy figyelj, itt valószínűleg vagy nyersz, vagy nem nyersz, ha nyersz, akkor megkapod, ha nem, akkor hát figyelj, akkor, akkor így jártál, viszont szórakozz egy jót, játsz az oldalon, nekem ezzel igazából különösebben nincsen problémám, úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Úgyhogy kacok, még a videó elején kezdjetek el nekem drukkolni, illetve akinek tetszik ez a videó, vagy tetszett, vagy tudja, hogy tetszeni fog, stb. nyomj egy feliratkozás mindenképp a csatornán, hogyha szeretnétek ilyen tartalmakat látni, illetve ne felejtsetek el dobni egy lájkot like már most, jó? És akkor jöjjünk a játékkal. Na gyorsan még mondok azért pár szót a loginról, mert azért így illik, ugye szokásos módon sign in, register, nekem már megvan az account, én már beregisztráltam, amire az oldal fel is töltötte már a zsozsót, amit el fogunk nyitogatni. Egyébként fogod, nagyon egyszerűen beírod a felhasználó neved jelszavad, aztán még egyszer egy konfirmálod azt a bizonyos jelszavadat, illetve beírod az e-mail címed, amire fogsz kapni egy megerősítő e-mailt, és onnantól kezdve készen vagy, vagy B-verzió, fogod és belépsz a steam -eddel. Na lépjünk befele, és akkor nézzük gyorsan nézzük meg a boxokat, hogy milyen boxok vannak. Ez már egy kicsivel érdekesebb. Ugye itt vannak az összegek, hogy milyen összegben vannak ezek a boxok. Itt vannak különböző készek, Engem a cségó annyira nem érdekel. Engem az elektronikus dolgok érdekelnek, az IRL cuccok, illetve a Gamer cuccok. Ebbe fogunk belenézni. Mondjuk random megnézzük ezt, hogy ebbe milyen cuccok vannak. Rengeteg ö, dolog van. Jézusom, az lehet, hogy egy kicsit hangos lesz. Ö, szóval rengeteg dolgot láthatunk itt. 1301 tétel közül fogsz ebből egyet pörgetni, három kulcsér, öm, hát látható van itt minden, gamer géptől kezdve, jó, azt a betyárját, ez mi a bánat? Ez valami, ez valami gépszett, tudjátok, ilyen monitorra. Na, egy ilyet, skacok, egy ilyet adnék, ezt nagyon adnék. 8K LED TV, laptopok vannak, procik vannak, különböző gaming szettek, I buy power gaming PC, beszarsz. Na, azért ez nem rossz, ez nem rossz, mondjuk ide nagyon durva szerencse kell, hogy ezeket kinyissad, routerek, videókártyák, lol, Pokémon, let's go, Pikachu, oké, okay. egerek, van rengeteg táska, Jézusom, mennyi táska van, cségótáskák, vannak játékok, billentyűzetek, Pff a sapkák. Na jó, ebből biztos, hogy fogunk nyitni. 90 kulcsom van, ezzel kéne gazdálkodni valahoz. Nyit, nyit, valahogy nyitunk ebből 5 -öt. Úgyhogy fogom és megveszem ezt az 5 darab kulcsot. És uh, legyen, legyen, mondjuk 7. Jó, 17 és fél, ne legyen 6. 15, az szép kerek szám. Úgyhogy uh, szépen megveszed a kulcsokat, és utána gyakorlatilag már kattintásokként fogsz tudni folyamatosan nyitogatni a ládákat, és be is dobta már tökéletes. Megvannak a készeink, úgyhogy nyissuk ki. Itt egy kicsit vár, nem nagyon tudom, hogy mennyit fog itt várni, nyilván föl kell építeni a különböző itemeket, meg azért be kell lódolni a nem tudom én mondjuk 50-50-től 50 mondjuk 150-ig különböző termékeket. Na, skacok, innentől kezdve elindul a buli. Nézzük, hogy mit fogunk nyitni. Se. Gyerünk, add be a nagyot. amúgy beadja a nagyot, gyerekek, elfogom. Jó. Sírtam volna. Sticker. Tök jó. Oké. Okay. Kösz szépen, haver. Nézzük meg a következőt. Az, a nagyon, nagyon durván elszigyeltem volna magam, hogy egyből nyitok valamit. De valószínűleg nem fogunk egyébként semmit sem nyitni, hanem különböző matricákat instant-szel. Jó van, nyitogassuk, aztán majd a végén eladogatjuk őket, hogyha lesz, nem tudom, én 5 matricám. Léci, csak egyet, csak egyszer adjál be valami pirosat, utána viszontlátásra lezárom a videót. Köszönöm szépen, mert a következő. Remek! Eddig összesen nyitottunk már 5 dollárt. Na, nagyon jó. Léci. Mm, nagyon gyorsan megállsz, tesó. Nagyon gyorsan megállsz ott a különböző matricáknál. Adjál be valamit, aztán mehetünk is. Fú, baszta. Na gyerünk! Adjad! Ad be öcsém! Gyerünk! Érzem! Érzem, hogy befogadni valami pirosat. Ha nem, akkor fuck. Aha, jó van. Na, hát király, ebből a ládából kaptunk 2-4 6 darab uh, remek matricát, szerintem ezeket el is adom. Hát majd a végén, majd a végén eladjuk, skacok. Megnézzük, megnézzük. Jó, tudjátok mit? Végpörgettem a 200 dodot, és megnézzük full real, hogy mennyi az, amit kapunk ebből. Jó? Na, illetve mennyi, ami visszajött. Na nézzünk mondjuk egy kicsit húzósabb dolgokat. Low risk gamer box. Na, kevés rizikós gamer cuccok. Nézzük, mennyit nyissunk. Legyen mondjuk Ó, oh, 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 jó, van, jó van, tesó, ez egy kicsit drága mulatság már. Négyet? Jó, legyen négy. Oké. Okay. Vegyük meg. Ebből négyet fogunk nyitni. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül át olyan 8 nyolc körüliek a. Sőt, még annál is olcsóbb a ládák. Na nézzük ismét, tehát ön összeteszi a cuccokat. Nem is igazán néztem meg, hogy mi van benne, de mindegy. A lényeg az, hogy hát kapunk bele valamit se. De, de, olyan izén átmegy. Olyan gyorsan átmegy onnan, nem? Na mindegy, 2,70 dodós matricát nyitottunk. is csak egyszer valamit, csak egyszer, Hadd gyerek már én is egyszer valamit. Tényleg úgy, hogy büszke lehetek rá, hogy nyertem valamit. Persze, hogy nyertem egy szürke matricát, jó van. Na, gyerünk, Ad már be a tutit. Gyere, 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 gyere. Na, na, ez már valami. Hú, visszajött az ára! Game Storage Case for Nintendo Switch. közben nincs Nintendo Switch-em. Tök király, Mert a kövi. De ez már egy 8 dodós volt. Ez talán már így nullára kijött. Egy láda. Aha, jó van, köszi szépen. Jött is a matrica. Headshot. Oké. Okay. Kösz szépen, haver. Eddig nem állunk valami túl jól. 72 kulcsunk van még. Én szerintem rámegyek most már. Meg volt a bemelegítés. Most már, most már, szerintem menjünk, menjünk, bele a jó dolgokba. Aztán próbáljunk meg valamit, valamit, most már tényleg nyitni. Vagy pedig bukjuk el a francba, amink van. 20 dollár. Az igen. 80 dodó. Ó, az igen. Fúha. Figyelj, nem tudom, nyissunk hármat. Nyissunk ebből a hármat. Ez már azért eléggé masszív lesz. Itt már, hogyha nem nyerünk, akkor az, akkor az már kezd problémás lenni. Még akarok azért egy-kettő olyan nagy ládát is kinyitni. Na igen, 48 kulcsunk van már csak. Szóval akarok még egy-két ilyen legdrágább, nem tudom, megnézzük a legdrágábbat és kinyitjuk. Ami mondjuk esetleg érdekel minket. Hát, ha bead, nem tudom én, valami remek dolgot, mondjuk egy porszívót, vagy egy motort. A ah, király. Na! Kezdjük? Kezdjük, skacok, gyerünk! Ez az! LOL! Na jó! Na jó, skacok! Na jó! Na, most már lehet örülni? LOL! Úristen, mit... Ha... ne! Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Most nem... nem merek örülni, úgyhogy nem örülök. Nem örülök, skacok, mert azt mondjátok, hogy nem tudom én. De akkor is örülnöm kéne, mert... mert ez... ez... ez, ez full. Ez most full. Wow! Végre, végre azt tudom mondani, hogy talán, talán nyertem valamit, és ezzel már azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván szerencsénk volt. Ez így nagyon-nagyon jó, és nem is nagyon akarom tovább erőltetni, mert ugye itt azért ez, ez gyakorlatilag már a saját zsozsóra megy, tehát pénztárcára, és hát akkor már vegyünk bele olyan dolgokat, amiket esetleg ti is tudtok hasznosítani, és érdemes lesz majd kisorsolni. Úgyhogy nyomjuk, nyomjuk, de innen, innen már nagyon jók vagyunk, 329 dollár, Jézus Mária! Na gyere rám, gyere! Na, még egy valamit, és még mindig van 48 kulcsunk, Oké, okay, jó van, az de jó lett volna az a monitor, skacok. Oké, okay, van még ebből egy láda. Szerintem lehet, hogy ezt kéne nyitni, mert ez adja. Legalábbis most beadott egy ilyet. Mi ez? Mit kaptunk? Dual port USB kár. Na, ez király, mert ez, ezt mondjuk még lehet, hogy tudnám is használni. Nem tudom, skacok, én ebből még lehet, hogy nyitnék. Ez nem rossz. Eddig nagyon-nagyon jók vagyunk, és a végén ugye összeszámoljuk majd, hogy... ...hogy mi a szituáció. Lehet, hogy rá kéne menni egy erőszakosra. Mondjuk egy 12 kulcsosra. Jó, erre rá megyek. Nyitunk ebből egy darabot. Megnézzük, hogy mi van. Most már azért nagy az arc, mert most már így van miből. Úgyhogy menjen. Én azt mondom, hogy ebből egy darabot nyitunk. Szerintem vissza fogunk menni az előzőre, mert, mert ha az adja, akkor, akkor nincsen probléma. Na gyerünk! Gyerünk, kell, hogy adjál valamit. Gyerünk. Hát ez gyerekek. Beszarok, nyitottam egy videókártyát. <laughs> Hihetetlen. Na gyerünk! Valamit, please. Egy jó cipőt, egy shoes, please! Give me! Á, gondoltam, hogy nem lesz ebből shoes, ez mi a bánat? Egy she-mask. Mindig is egy ilyenre vágytam. Ez se rossz, ebből is nyitunk egyet. Oké, okay. 20 dollár egy láda, úgyhogy azért ez nem bolcsó. Na gyere. Gyere, adjál valamit, fater! Gyere! 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 Gyere, add be! Na, gondolkozz, add ki a tévét. Kiadja a tévét, kivágom a széket az ablakon. Komolyan mondom. Na gyere! Mondjuk valószínűleg több lesz egyébként az ablak megcsinálása, mint a tévé. Jó, gondoltuk. Mit kapunk? Hát miért miért? 18,90-et kaptunk. Carry and storage case. Hát ez tök jó. Nem tudom, ez mi a bánat. Nem tudom, hogy mi van tovább. Nem érje tovább. Viszont 19 dollárt ér. Úgyhogy szerintem ezt eladom. Nem, nem, nem adom el, mert megnézzük, hogy mennyit tudunk nyitni belőle. Azt ígértem. Vissza kell mennünk erre, skacok. Erre? Ebből nyitottuk a nagy cuccot? Ebből nyitottuk a nagy cuccot. Na jó, akkor most megveszünk belőle annyit, amit tudunk. 28, ami azt jelenti, hogy ugye 8 kulcs volt egy, az 16. 3-at tudunk belőle nyitni. Na nézzük. gyere. A végén összeszámoljuk szépen, hogy mennyi, mennyi volt az adott összeg, amit ki tudtunk belőle szedni. Na gyere. Hi YouTube. <laughs> Dumáljunk is. Hi. Na. <laughs> Na nézzük. Három. Kettő. Egy. Na drukkoljatok, gyerünk. Meg kell babrálni egy kicsit. Gyerünk, adjál valamit. Még egy videókártyát. Jó! Ne! Ah, úristen. Jézusom, egy HTC live hallod? Jó ég. Na gyere. Gyere. Az nem. Az nem is rossz. Az nem is rossz. Egy bluetoothos füles, az nekem jó lesz majd izvot növelni, gyerekek. Nagyon jó. <laughs> király, király, ezt legtartjuk. Ez jó, ezt ki fogom szedni. Király, 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 király. Na, menjünk tovább. Még van egy darab kézünk. Legább nem kell bluetoothos fülest vennem, gyerekek. úgyis akartam egy bluetoothos fülest venni. Aha. De legalább adtad volna azt az egérpadot? Na! Hát vég... Nem, még van még négy kulcsunk, skacok. Négy kulcsunk van. Hyper Beast, Gamer... Jó, nyissunk egy ló... Ö... Egy lóos Gamer boxot. Gyere. Nézzük. Nem tudom, de szerintem egy körülbelül dupláztunk egyébként. Hát mondjuk nem, mert 358 volt, de hát talán nyitottam 50, 50 dollárnyi cuccot. Ami azt jelenti, hogy 220. 227 dollárból egyre 400-valamennyinél vagyunk. ami egyébként nem rossz. Sőt, az nagyon-nagyon jó. Csak nehogy elkapjon a gép át Hát ez volt a matricás, ezt hagyjuk. Ezt, ezt ne nyitogassátok ezt a ládát, Ne, ezt, ezt érdemes nyitogatni. Ebből szedtem eddig ki mindent, a többi az, az, az low, volt. Egy darab izénk van még, na nézzük. Oké, okay, gyere. Gyere, gyere, gyere! Nézzük. Ebből adna valami nagyon durvát ebből az egy kulcsosból, hát lehet, hogy elsírnám magam. Nyilván nem fog, de próba csereszni alapon. Hát ha. Na, open. Gyere. 2,87 oké okay. na király na hát akkor ott tartunk s hogy elő a telefont és meg kell nézni itt az inventoryba hogy mi az amit tudtunk nyitni remélem hogy ezt mutatja nyitottunk sőt menjünk fölülről nyitottunk egyszer 11 egész várjátok mert összeadom számológéppel és akkor ez aztán tényleg egy egy hiteles dolog lesz e jó, tudjátok, mi csajunk egy kicsit, jó, legyen 11, jó, ne legyen 11, 11, egyszer, meg, jó, az legyen 330, meg 20, meg 19, meg 9, meg 7, jó, meg 1, mert az ugye 8-as, meg még egyszer 8, jó, az legyen mondjuk 7, meg, megint 7, ugye kerekítettünk egy picit, Na és nézzük akkor az olcsó Jánosokat. Jó, mondjuk akkor legyen 4 darab egynek, tehát akkor plusz 1, és legyen mondjuk 1.32, 1.45, az mondjuk, jó, legyen egy 3-as, meg 3, 1.85, 2.11, az legyen mondjuk, hát az, az, mehet egy 4-esbe, meg 4, 2.70, 2.87, az legyen egy 5-ös, meg mondjuk 3. Na, skacok, ott tartunk, 435 dollárnyi értéket tudtunk nyitni, úgy, hogy, hogy ez nem volt megmókolva. Én nem azt mondom, hogy mindenki próbálja ki, én most ott vagyok, hogy elhiszem azt, amit nyitottam, aztán majd meglátjuk innentől kezdve, hogy, hogy mi az, amit esetlegesen ki tudunk belőle venni. 435 dodót sikerült összehozni igazából a 227 dollárba, én azt gondolom, hogy ez teljesen jó. Meglátjuk, hogy mit fog tudni csinálni majd a videókártyával, illetve a Bluetooth-szal. Lehet, hogy az lesz, hogy ki fogom szedni PayPal-ra a Zsuzsot. Lehet, hogy az lesz, hogy ki fogjuk szedni a videókártyát, majd mi meglátjuk. Viszont, kacok, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy feliratkozást, illetve egy lájkot, like hogyha szeretnétek még ilyen részeket, akkor meg főleg, és hát remélhetőleg még jövünk még ilyen részekkel, mert, azért az egy elég jó kis nyitogatás volt. Remélem, hogy élveztétek, skacok, találkozunk legközelebb is, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, én Jussu voltam, sziasztok!